hatalomkoncentráció, ami tehát, és ez a dolog lényege, nem bívelődik a valóságos valóság hozzáigazításával, tehát úgy gyakorolja a hatalmat, a soft power, úgy gyakorolja a hatalmat, hogy nem kell bívelődnie a valóságos valóságnak az alávetettek igényeihez való hozzáigazításával, hanem ő maga gyártja le az általa elképzelt valóságot, és az alávetettek nem is észlelik azt, hogy boldogan és önfeledten belesimulnak abba, amit ők a saját valóságuknak hisznek.